Sziasztok, a tisők és nagyon szeretettel köszöntelek titeket itt az Anime Egyetem csatornáján. A mai videóban egy anime movie kritika lesz, méghozzá azért, mert elég régen volt már anime movie kritika, és gondoltam, hogy legyen ilyen is, szoktátok kérni, szoktátok szeretni, úgyhogy miért ne. Egy újabb anime movie-t akartam kiválasztani, amit még kevesebben láttatok, hogy ne egy olyan legyen, amit már nagyon sokan ismernek, nagyon sokan láttak, hanem tudjak valami újjal szolgálni nektek. Ezért aztán a 2015-ös Kokoroga Sakebitagatte Rundára esett a választásom, ezt nem tudtam megjegyezni, meg se próbáltam. Angolul The Anthem of the Heart, azaz a szív himnusza, ez lehetne a magyar fordítása ennek az anime movie-nak. Azért választottam ezt az anime movie-t kritikára, mert megtetszett az alapsztoria és a dizájnja, de egyébként az ilyen választások azok mindig lutrik. Tehát soha nem tudom előre megmondani, hogy az adott anime movie az jó lesz-e vagy sem, és a végén derül ki, és általában nem is tudok újat választani, mert nem lesz annyi időm, hogy a másikat megnézem. Tehát az ilyen választások és az anime választásaim is lutrik általában, és nem tudom, hogy végül is jó animét vagy movie-t fogok nektek hozni vagy sem. Nos, a mai anime movie így utólag jó választás volt. Nem azt mondom, hogy életem legjobbja vagy legkiemelkedőbb sztoria, de a cél elérte, két órán keresztül képes volt szórakoztatni. Voltak benne érzelmek, mondanivalók, mögöttes jelentések, cuki karakterek, szerelmi háromszög, jelenfejlődés, azaz minden, ami egy tini drámába kell, mert hogy ez kind of tini dráma egyébként. Vannak benne boldog és vicces pillanatok is bőven egyébként, de a sztori fő mozgató rugója az a főhősnőnk személyes drámája, jelenfejlődése és útkeresése. Ha kíváncsi vagy, hogy mit lehet kihozni egy sztoriból, aminek a főhőse, főhősnője elvesztette a képességét, hogy beszéljen, akkor nézd tovább ezt a kritikát az intro után is. Hölgyeim és uraim, ez itt az Anime Egyetem és egy anime movie kritika, a The Anthem of the Heart. Főszereplőnk Jun egy ránézést egy 10-11 éves, életvidám, mozgékony, mosolygós, lepcseszájú kislány, aki imád beszélni, imád magyarázni, és a szülői is csak chatterboxnak hívják, amit magyarul úgy lehetne fordítani, hogy locsi-fecsi. Jun imád elmenni a környékbeli kastélyhoz, mivel az úgy néz ki, mint valami mesebeli kastély lenne ott. Elmegy oda és elképzeli azt, hogy ő a hercegnő, és majd egy nap eljön érte az ő hercege is, hogy elvigye fehér lovon. Ó, Jun, te kis naív, ha tudnád, hogy a herceged egy lepukkant házibuliba fog érkezni, érted, és nem fehér lóval, hanem némi fehér borral. Szegénykém. Történetünk kezdetén Jun ismét csak a kastélynál időzik, amikor egyszer csak kifelé jön egy autó, amiben benne ül az apja egy másik nővel. Jun élén képzelte pedig egyből apját fehér lovon látja egy hercegnővel kiparipázni a kastélyból. Ezt hazatérve ő lelkesen el is meséli az anyjának, amire az anya csak azt mondja, hogy fogja be és soha többet ne meséljen erről az esetről. Mint később megtudjuk, az a kastély igazából egy love hotel, ahol Jun apja hercegeset, hercegnőset játszott egy másik nővel. Nyilvánvalóan így nem éltek boldogan, amíg meg nem haltak, Jun anyja kiteszi az apja szűrét, és az apja pedig épp elköltözőben van, mikor Jun kétségbeesetten oda megy hozzá, ugyanis nem érti a helyzetet, hogy miért is történik ez az egész, mire az apja annyit közöl vele, hogy hát ez az egész az ő hibája. Jun sírva elrohan, és miközben zokog, megjelenik előtte egy varázs tojás, aki hercegnek állítja magát, és aki azt mondja, hogy megoldja Jun minden problémáját, ugyanis azért okozott ennyi fájdalmat másoknak, mert hogy a szavakkal bántani is lehet másokat, és hogy ezt megoldja neki, ő lepecsételte Jun száját, és ettől kezdve Jun soha többet nem lesz képes megszólalni. Ugrunk az időben, Jun már középiskolás, és az egykor életvidám, cserfes lányból egy aszociális, magába forduló, magányos, barátok nélküli lány lesz, akit az osztálytársai kvázi még nem is hallottak beszélni soha előtte. Ezt a fajta csendet Jun egyik tanára töri meg, aki kiválaszt 4 diákot az osztályból, hogy egyfajta osztály bizottsági tagok legyenek, és akiknek a feladata, hogy megszervezzenek egy nagyszabású eseményt az év végére. Természetesen nem is Jun lenne a főszereplő, hogyha a tanár úr nem választaná ki őt is erre a feladatra, ami egyenlőre, tekintve, hogy még soha nem beszélt előtte az osztálytársaival, eléggé lehetetlennek tűnik. Az osztálybizottság 4 tagja tehát Jun lesz, Tasaki, Takumi és Natsuki. Junnak tehát temérdek új szituációval kell megküzdenie, le kell győznie önmagát és a múltját, hogyha tovább akar lépni az életében. Jun jelentős személyiségfejlődésen megy keresztül az anime folyamán, és ez adja az ő karakterének a velejét, megtanul kiállni önmagáért, megtanul kezdeményezni, és ami talán még fontosabb, megtanul kiállni másokért is. Ugyanis Jun mikor beszélni akar, és akár csak pár szót is ki akar mondani, akkor szörnyű hasfajás és rosszul lét jön rá, emiatt nem beszél, ugye? És viszont megtörténik az, hogy igenis beszélni fog
ki fog mondani szavakat mások érdekében, hogy őket megvédje, még annak kárán is, hogy neki különféle fájdalmai lesznek. Ezen kívül rengeteg humoros és cuki jelenet is kötődik hozzá, ugyanis baromi aranyos lány, és mindig próbálja kifejezni magát, annak ellenére, hogy nem tud beszélni, mozdulatokkal, arckifejezésekkel, és ez rengeteg humornak és cukiságnak ad teret az animében. Taseki elég agresszív, szókimondó, karakán személyiségű, egyébként a baseball csapat kapitánya is, és őt kezdetben nem igazán kedveltem, de az anime folyamán ő a másik, aki igen nagy személyiségfejlődésen megy keresztül, és ettől pedig izgalmas lesz a karaktere is. Ott nekünk Takumi, aki kvázi a férfi főszereplőnk, és akiről egyből Jintan jutott eszedbe az Anohanából, ami nem is véletlen, hiszen ezt a movie-t az Anohana és a Toradora készítői közösen csinálták. Takuminak fontos szerepe van a történetben, ő az egyik legnagyobb mozgató rugója Jun fejlődésének, és nagyon sokat tesz is azért, hogy Jun kibillenjen a jelenlegi állapotából. Takumi tehát nagyon fontos a történet szempontjából, viszont mint önálló ember, mint önálló személyiség, aki saját célokkal és álmokkal rendelkezik, nem éreztem annyira erősnek az ő jelenlétét. Ott volt, mert ott kellett lennie, hatása volt más karakterekre, hatása volt a történetre is, de úgy éreztem, hogy inkább ez a szerepe, mintsem, hogy ő önálló döntésekkel rendelkező karakter lenne. Ott van még Natsuki, és vele is hasonló a helyzet, kicsit úgy éreztem, hogy azért van ő ott, hogy táptalajt szolgáltasson a szerelmi háromszögünknek, de egyéb iránt nem volt annyira súlyos, és nem volt annyira fontos, és nem volt annyira önálló az ő karaktere. A főszereplőnk mindegyik egyébként egy-egy tipikus tini problémát testesít meg, mindenkinek van valami szomorú dolog a múltjában vagy a jelenében, amire megoldást akar találni, ezáltal a nézőnek is több fajta, többféle azonosulási pontot is nyújt a movie. A történet maga és egyébként külön Jun karaktere is remekül működik, akár szimbolikus síkon is. És Jun karaktere és az ő helyzete rengeteg fajta a való életben megtalálható szituációt testesíthet meg. Ilyen például a mutizmus, ami egy olyan fajta beszédzavar, aminek következtében az adott személy csak egy-egy személyhez vagy senkihez nem lesz képes beszélni, és ami valóban kialakulhat olyan trauma hatására, amit Jun is ért. Ilyen szempontból tehát tökéletesen összeegyeztethető a valósággal. Jun karaktere reflektálhat még beszédzavaros vagy néma emberekre is, akiknek hasonló problémákkal kell megküzdenie, mint neki az anime folyamán. Jun helyzete felhívja a figyelmet egy olyan jelenségre, ami nap mint nap megtörténik, és nap mint nap sok ezer, vagy sok tízezer, vagy sok százezer fiatallal történik meg, ez pedig a szexuális erőszak, aminek az áldozatainál gyakran ugyanezt történik meg, ugyanúgy 360 fokos fordulatot vesz a személyisége, és a korábban életvidám, cserfes lányról egy visszahúzódó, zárkózott személyiség lesz. Az animében történt események egy az egyben ráhúzhatók valós szituációkra is, mikor hasonló dolog történik, elválnak a szülők, a gyerek pedig tudatosan vagy tudattalanul azokat az inputokat kapja, hogy részben ez az ő hibája is, és a valóságban is drasztikus jellemformálódáson mehet keresztül egy fiatal gyermek. És végül olyan személyekkel is párhuzamot lehet állítani, akik csak szimplán nem találják a helyüket az osztályban vagy az adott környezetükben, akiket valamilyen oknál fogva kiközösítenek, ezért nincsenek barátaik, nincsen kihez szólniuk, és egész nap némán ülnek. Jun karakterével és a történettel tehát szerintem egészen sokan tudnak azonosulni, ami remek érzelmi és lelki táptalajt nyújthat, és ez egy tök jó dolog. A karakterekre visszatérve viszont óriási deficit az anime részéről, hogy nem értékelte és nem mondta le a konzekvenciákat a szülők karakterével kapcsolatban. Jun apja ugyanis mocskos egy szarházi, aki egyetlen mondatával gyakorlatilag tönkretette a gyermeke egész gyerekkorát. És ennek a momentumnak, ennek a felelősségnek, ennek a jelenségnek gyakorlatilag nem szentel explicit figyelmet az anime, nem magyarázza el, hogy igenis Jun apja egy szarházi. És ráadásul az anya sem sokkal jobb, hiszen ő csak megerősítette ezt a tévhitet a lányában, hogy igenis ő a felelős érte, hiszen sokkal kényelmesebb és egyszerűbb volt lemondani a saját felelősségéről és megvizsgálni az ő szerepét ebben a történetben is, hogy ő mit hibázott a saját párkapcsolatával kapcsolatban, sokkal egyszerűbb volt az egészet a lányára hárítani. Hova tovább, nem csak abban a szituációban, nem csak mikor a legerősebb volt a fájdalom, még érthető is lenne, hogy akkor rögtön nem volt képes vállalni a felelősséget, az évek során egyszer sem volt képes kommunikálni a lányával, feloldani ezt a feszültséget és feloldani őt ezzel az óriási teherről, és ez borzasztó dolog. Jun szülei tehát valljuk be rossz szülők, és erre nem hívta fel a figyelmet az anime, sőt az anime végén még kvázi empátiát is ébresztett egyikük iránt, és ez szerintem így ilyen formában nem jó. A történetet tekintve egyébként remek dolog, hogy nem sablonos lezárást kapunk,
Ez egyébként sokakban csalódást okozhat, de én kifejezetten örültem neki, mert így sokkal életszagúbb lett az anime befejezése. A látványi zenei világra nem lehet panaszunk, a tájak nagyon szépek, a karakterek is rendben vannak, néhol egy-két jelenetnél elnagyolt rajzolást kaptunk, de ennyi belefér, zenei téren pedig remekel az anime. Gyönyörű betétdalok vannak, híres zenes számok is megjelennek az adott történetre átírva, és nem akarom elszpoilerezni, de June gondolatai fognak megjelenni ezekben a zenes számokban, tehát a zenék kvázi kifejezik azt is, amit June nem tudott kimondani az anime folyamán. De akkor is, mikor nem kifejezetten ezek a híres számok jelennek meg, hanem csak sima betétdalok, azok is nagyon szépen kiegészítik, alátámasztják June karakterét, mert amikor ő nem tud beszélni az adott szituációban, akkor kvázi a zene adja meg nekünk a jelentést, és próbálja kifejezni azt, hogy June mit érezhet és mit élhet át az adott pillanatban, úgyhogy ez tök jól működik az animében. Összességében szerintem tehát egy teljesen jó kétórás kikapcsolódást nyújt nekünk a The Anthem of the Heart. Az alapsztori számomra érdekes és egyedi volt azáltal, hogy a főszereplőnk nem tudott beszélni, és így került bele bizonyos szituációkba, így kellett azokat megoldania. Ez tök egyedi ízt adott az egész animének, és szórakoztató és érdekes maradt egészen a végéig. A történet szép volt, dúskált az érzelmekben, humor és cukiság is volt benne, a főszereplő lányunk pedig rendkívül cuki volt, és rendkívül emberi, és azonosulni is lehetett vele. Szó mi szó, lehettek volna erősebb karakterek, erősebb szerelmi szál és erősebb befejezés. Ezt el kell ismerni, de összességében szerintem teljesen jó, és két órára egy kellemes kikapcsolódást és szórakozást tud nyújtani neked ez az anime, úgyhogy szerintem egyszer mindenképp érdemes megnézned. Hölgyeim és uraim, ez volt már az Anime Egyetem, ha tetszett a videó, akkor lájkold a videó alatt, iratkozz fel a csatornára, illetve mondd el a véleményedet a komment szekcióban. Vannak kártyák is itt a jobb felső sarokban, úgyhogy mondd el, hogy te láttad ezt az anime movie-t, és ha láttad, akkor tetszette. Na meg persze, hogy látogass el az Anime Egyetem Facebook oldalára és Instagram oldalára is, mert ott is vannak mindenféle jó kis kontentecskék. Örülök, hogy itt voltatok, remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok!